Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, önök a Túri Objektívet látják. Műsorunk mai vendége Herceg Zsolt, Mezőtúr polgármestere. Üdvözlöm Önt nálunk, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Örömmel jöttem, mint mindig, és tisztelettel köszöntöm én is, és a nézőket is. Február végén Mezőtúr képviselőtestülete elfogadta a város 2020-as költségvetését. Polgármester úr, össze tudná foglalni röviden ennek a legfontosabb részeit? A múlt alkalommal a legutóbbi sajtótájékoztatón, ahol a februári képviselőtestületi döntésekről számoltam be, ott már érintettem ezt a témát, úgyhogy nem szeretnék ismétlésbe bocsátkozni. Most egy picit más oldalról közelíteném meg a költségvetésünket. Az első, amit mindenképpen el kell, hogy mondjak, hogy nagyon fontos eseménye ez egy önkormányzatnak, hogy a költségvetését elfogadja, és hát az év hátra lévő részére, hogy a gazdálkodásunk alapját ez a rendeletünk határozza meg. És hát nagyon fontos, hogy itt is közösen tudtunk gondolkodni a képviselőtestület tagjaival és a bizottságok külsős tagjaival. Tehát egy szép együttműködés volt látható. Ami a költségvetést illeti, azon túl, hogy nagy öröm a számomra, hogy elfogadtuk, azért látható az is, hogy nem igazán vagyunk könnyű helyzetben, nagyon rosszban sem, tehát el kell mondani mindig, amikor a költségvetésről beszélünk, hogy a működés az alapvetően biztosított, tehát nem hitelből működik a város, hanem a bevételei elegendőek a működési kiadásokra. Nyilván ezek a működési kiadások azért először korlátozottak, hiszen az intézményeink vonatkozásában, a gazdasági társaságok esetében, de mondhatnám a közös önkormányzati hivatalt, aki ugye jelentős részt vesz ki a költségekből, tehát nagyon sokba kerül a működése. Ugye azt a forrást kapta, mint tavaly. Ugye itt a vezetők részéről megfogalmazottak különböző fejlesztési igények, emelkednek a bérek, erről a sajtótájékoztatón részletesen beszéltem, most erre nem akarok kitérni, de ugye vannak hatások a költségvetésre, emelkednek az adóbevételeink, ugyanakkor ennek arányában ugye az állami normatív finanszírozást azért elég jelentős mértékben csökken, például 2020-ban, 19-hez viszonyítva, és egyéb hatások is ugye vannak a költségvetésre. Tehát egy nagyon szigorú, költséghatékony, költségtakarékos gazdálkodást kíván még mindenkitől, az önkormányzattól is, és a háttérszervektől is, intézményektől, KFT-ktől is. Tehát ez az első, amit hangsúlyozni kell. A másik az, hogy ettől függetlenül azért fejlesztések is megvalósulhatnak az idei évben is, hiszen csak egy példát mondok, a színházterem felújítására, amely reményeim szerint most már az idei évben elkezdődik, tehát a konkrét kivitelezési munkákra gondolok. Ott 40 millió forintot tettünk be a költségvetésbe, ezt ugye tavaly is megtettük, 30 millió forinttal volt beállítva ez az összeg, de látva azt, hogy ugye a bérek is emelkednek, tehát ebből fakadóan a kivitelezési díjak, ugyanakkor jelentős építőanyag áremelkedés zajlik folyamatosan, és ebből fakadóan ugye már az idén 40 millió forintot tettünk be önerőnek, tehát az elnyert pályázati forrás kiegészítendő 40 millió forintot, és még számos más egyéb apró fejlesztés található meg bennem, még csak egy példát, a Rákóczi úti óvodának a tetőfelújítása, az teljes tetőfelújítás jelentene, 7 millió forinttal szerepel a költségvetésünkben, és még számos más elem is van, tehát azért mondom, hogy soha ne legyen rosszabb a költségvetésünk. Nyilván az ember mindig jobbat szeretne, tehát nagyon bízunk abban, hogy az adóbevételeink növekedni fognak, ugye ezt az állami normatívánál nem lehet elmondani, mert azt már látjuk fixen, hogy az mennyi az eddigi évre, és kevesebb, mint tavaly. Ez ugye azért van, mert a helyi adóbevételeink azért jelentős mértékben növekednek. Amit még a költségvetés kapcsán fontosnak tartok
elmondani, az az, hogy mindig a bevételi oldal tekintetében egy óvatosság kell, hogy jellemezze a tervezést, hiszen nagyon fontos az, hogy ne nyúljunk mellé a konkrétumoknak. Tehát ez alatt azt értem, hogy egy óvatos bevételbecslés jellemzi mindig a költségvetés bevételi oldalát, tehát igyekszünk egy picit alul tervezni. Egy számszerű példánál maradva, vagy azzal szeretném érzékeltetni, hogy körülbelül 1 milliárd forintnyi bevételünk lehet, és ezt 900 millió forint körüli értéken terveztük. Tehát látható, hogy van benne egy kis rés, de hogyha látjuk majd azt itt, hogy a május 31-én már okosabbak leszünk, hiszen akkor a cégek ugye zárják a mérlegeiket. Ha azt látjuk, hogy többletbevételünk van, mint amit beterveztünk, akkor természetesen majd kiigazítjuk a költségvetésünket, és mindenhová juthat még egy kicsi többletforrás is. Tehát azokról a fejlesztési elképzelésekről, amikről a cégeknek, intézményeknek most le kellett mondaniuk, nagyon sok ilyen eset van, akkor ezek majd reményeink szerint realizálódhatnak. Tehát ilyen hatása is van. Ezen túlmenően még, ami nagyon fontos, hogy ugye arról egyeztettünk a képviselőtársaimmal, hogy az önkormányzati feladatellátási rendszernek a finom hangolását tovább folytatnánk. Ez ugye ez egy folyamatos munka az önkormányzati világban is, akár egy cég életében is, ugye egy termelő cégre gondolok, ott is mindig változik a helyzet, a termelési folyamatok, az irányítási rendszerek alapján hatékonyabbá próbálják tenni a működést. Hát ez az önkormányzati szférára is igaz, és ugye arról beszélgettünk, itt felmerült a KFT-jeinknek az áttekintése, vannak bizonyos átfedések, olyan feladatok, amelyeket nem csak egy feladat, vagy egy KFT lát el, hanem kettő is például szervez rendezvényt, és még sorolhatnám, tehát ezeket át fogjuk tekinteni, és abban a konszenzus abszolút megvan, egyetértés van, hogyha ha tudunk a hatékonyságon javítani, azokat az intézkedéseket meg kell hozni, hát ez lesz majd a következő hónapoknak az egyik legfontosabb feladata, ami a költségvetést is ugye szervesen közvetlenül érinti. Úgyhogy a költségvetéssel kapcsolatosan én ezt tartom, vagy ezeket az információkat tartom még nagyon fontosnak. Az előző évben nagy gyűjtemű belterületi úthálózatfejlesztés volt Mezőtúron. Az idei évben terveztek-e a költségvetésbe úthálózatfejlesztést, járdafejlesztést? Van benne természetesen, hiszen csak a start, mint a programban 1800 négyzetméternyi járda építése szerepel, és ugye ezzel kapcsolatosan azt kell tudni, hogy itt a dolgozók esetében is az állam finanszírozza a bérüket járulékostól, és a dologi kiadásokra is fedezetet nyújt, tehát ez az 1800 négyzetméternyi járda, ez állami finanszírozásból a start mintaprogram keretein belül épül meg. Ami az útépítéseket illeti, ott is beterveztünk 20 millió forintot, aminek még most jelen pillanatban nincs meg a fedezete, de nyilvánvalóan a célunk az, hogy ez meglegyen. Ugye az elmúlt évben is, amit említett, ugye 375 millió forint volt ez a beruházás, bruttó érték tekintetében, 18 utcában építettünk útalapot, és 8 utcában zártuk le aszfalt burkolattal a korábbi években elkészült útalapot. Hát ugye ez a 375 millió forint forrás úgy tevődött össze, hogy 200 millió forintot kaptunk az államtól, 150 millió forint hitel volt benne, és 25 millió forint körüli önerőnk volt. Tehát a konkrét kérdésre válaszolva, azt tudom mondani, azt látom most, hogy jelentős, tehát ilyen volumenű fejlesztést nem tudunk megvalósítani önerőből. Ehhez majd az kell, hogy 2021-ben reményeim szerint indul a Modern Kisvárosok program, és ott, vagy onnan olyan információm van, hogy például a belterületi útépítésre is jelentősebb forrás lehet majd az önkormányzatoknak nyernie. Úgyhogy a célunk az, hogy ezeket idehozzuk a városba, és így ismét egy jelentősebb programot, egy nagyobb volumenű útfelújítási programot. Ez alatt azt értem elsősorban, hogy a Földes utcák megszüntetése terén egy jelentős programot tudnánk megvalósítani. A célunk az természetesen, hogy minél hamarabb a Földes utcák, azok tűnjenek el, és minden úton járható legyen. A napokban akadozott a kertvárosban az ivóvíz ellátás. Ennek mi volt az oka? Sikerült-e megoldani ezt a problémát?
A Tiszamenti regionális vízmű részéről tájékoztattak a kollégák, hogy csőtörés van. A gyaloghíd alatt megy át az ivóvízvezeték és a szennyvízvezeték is ugye ott helyezkedik el. És ugye acélcsőről beszélünk, hát a korrózió az ugye végezte az elmúlt évtizedekben a romboló hatását, és hát emiatt éppen majd holnap jönnek hozzám a TRV-től egyeztetünk, hogy a teljes vezetéket ki kellene cserélni, erről fogunk tárgyalni a kollégákkal. Hát itt ugye van egy olyan lehetőség az önkormányzatnak, hogy a vízi közmű vagyonért, amelyet az üzemeltetőnek bérbe ad, ugye minden évben kap bérleti díjat, és ezt a bérleti díjat a vonatkozó jogszabály alapján csak a vízi közmű rendszer felújítására fordíthatunk, tehát ebből a forrásból lenne kicserélve a vezeték, hiszen innentől kezdve most már abszolút nem tekinthető biztonságosnak, és itt ugye a kertvárosi ivóvízellátásáról beszélünk, annak a biztonságáról, folyamatosságáról, tehát mindenképpen ki kell cserélni ezt a vezetéket, úgyhogy erre az idejében minden bizonnyal sor fog kerülni, a holnapi egyeztetésen fogjuk megbeszélni, hogy hogyan, milyen módon fogjunk hozzá. A március 15-i ünnepség elmarad a mezőtúron. Ennek mi volt az oka, mi indokolta ezt a döntést? Igen, hát a koronavírus sajnos most már hazánkba is elérkezett, jelen van, és hát igaz, hogy nem kötelező jelleggel rendelték el az ilyen jellegű eseményeknek a betiltását. Egy ajánlást kapott minden önkormányzat, hogy ha teheti, akkor halassza el ezeket a közösségi rendezvényeit. Úgyhogy ezt én megfogadtam, és ez az én döntésem volt, hogy nem rendezzük meg. Nyilvánvalóan mindenki, aki szeretné a tiszteletét leróni az emlékműnél, az megteheti önállóan, de most nem szervezett keretek között. Én magam is fogok koszorút elhelyezni majd, és megemlékezni a szabadságharc hőseiről, de egész egyszerűen a biztonság érdekében fontosnak tartottam ezt a döntést meghozni. És hát a jövőre nézve is, ugye sajnos még az várható, hogy a fertőzöttek száma az növekedni fog, és hát nyilván figyeljük mi is a központi intézkedéseket, ugye az operatív törzs, aki meghozza ezeket a döntéseket, és hát időnként kötelezéseket. Hát ennek szellemében ezt betartva fogunk eljárni. Mindenkinek azt javaslom egyébként, hogy a híradásokat figyelje, hiszen nagyon sok hasznos dolgot lehet a televízióból vagy az internetről megtudni, hogyan kell eljárni, milyen praktikákat, technikákat alkalmazzon az ember. Gondolok itt az egészen egyszerű kézmosásra, folyamatos, rendszeres kézmosásra, tisztálkodásra, és hát lehetőleg a közösségi rendezvényeket az kerülni kell, főleg az idősebbeknek ajánlott ez, hiszen az idősebb korosztály immunrendszere már olyan állapotban van, hogy célszerű ezeket nem látogatni, az ilyen közösségi eseményeket, és hát így reményeim szerint biztonságban leszünk. Hát, hogy mi lesz a végkifejlete, azt nyilván nem lehet előre megjósolni ennek a vírus helyzetnek. Ugye Kínából már éppen idefelé jövet hallgattam a rádiót az autóban, ugye már kedvező hírek vannak, tehát egyre több üzemgyár nyit meg, ugye újra indul az élet tulajdonképpen a vírus gócpontjában, ennél a durván 10 milliós lélekszámot számláló településen. Hát bízom benne, hogy lecsengés, ugye majd érkezik a meleg időjárás most már, és ugye azt mindenki tudja, aki figyeli a híradásokat, hogy ez a vírus nem igazán szereti a meleget, tehát remélem, hogy néhány hónapon belül ez lecseng, nem elsősorban Magyarországról gondolok, hanem ugye az egész földgolyóra, ami ugye már mindenhol megjelent a vírus. A város vezetése milyen intézkedéseket hozhat saját magától, tehát nem az operatív törzs utasítására? Hát például ez is egy ilyen intézkedés volt, de hogyha komolyabbra fordul a helyzet, vagy a fertőzés veszélye az magasabb fokú lesz, akkor nyilvánvalóan elrendelhetnek az önkormányzatok részére is különböző intézkedéseket. Itt ugye az egészségügyi vonalon a kórházunk is kapja folyamatosan az információkat, az utasításokat. Nyilvánvalóan ott is
az egészségügyi ellátórendszerben úgy járnak el, ahogyan azt előírják nekik, vagy például a házi orvosokra is gondolhatunk, ők is kapják folyamatosan ezeket a fontos információkat, amivel rendelkezniük kell, és ők annak megfelelően járnak el, úgyhogy az önkormányzatunk is, amit tőle telik, az mindent meg fog tenni. Az esetek minimalizálásának az érdekében, úgyhogy mi az önkormányzat részéről ezt tudjuk megtenni. A beszélgetésünk vége felé térjünk vissza egy picit a fejlesztésekre. Melyek azok a projektek, amik jelenleg futnak Mezőtúron, és mi az, ami hamarosan elkezdődhet? Igen, néhány topos projektünk keretein belül a kivitelezési munkák zajlanak, ilyen például a Mak József utcai idősek napközi otthona. Hamarosan elkezdi a munkát a csapadékcsatorna kivitelezője is, hiszen a határidő hosszabbítását kérte április 30-ra. Most már ugye jön a tavasz, ugye nincs megfagyva a föld, tehát tud most már kivitelezni. Sajnos két olyan projektünk van, ahol meghiúsulás lesz, ennek az előkészítése most van folyamatban. Ez azt jelenti, hogy a kivitelezővel közöljük, hogy a részünkről meghiúsultnak tekintjük a beruházást. Ilyenkor a feleknek egymással el kell számolni, és az önkormányzatnak egy új közbeszerzési eljáráson ki kell választani az új kivitelezőt, aki majd reményeink szerint befejezi a két projektet. Ez az óvoda, ami körülbelül 90%-os körüli készültségben van. És hát a másik ilyen a Petőfi Sándor utcai parkolóknak a helyzete, ami a zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron című projektnek az egyik része, és tulajdonképpen ez van még hátra a projektből. Ott most a napokban a baleset veszélyt úgy szüntettük meg, hogy teljes egészében, tehát az út szintjéig feltöltöttük azt a részt, ahol a kivitelező kiásta a tükröt a parkolóknak, aztán hogy durván félig homokos kavicssal megtöltötte, és úgy hagyta, ez úgy volt heteken keresztül, vagy hónapokon keresztül, azt is lehet mondani, és most a napokban szintre hoztuk homokos kavicssal, hát majd az új kivitelező ezt onnan ki fogja szedni, és megépíti, felépíti a rétegrendet úgy, ahogy annak lennie kell. Tehát ezek a projektek vannak kivitelezés alatt, ugye említettem a mozit, ez a top CLLD-n belül, és a CLLD-n belül még számos egyéb más projekt van előkészületek alatt. Itt az nehezíti meg a helyzetünket, hogy az előleg tekintetében 25%-os mértéket lehet kapni. Ez a mozinál egyébként egyedül nem igaz, tehát ott 100%-os előleget tudunk lehívni, mivel önkormányzatról van szó, tehát az önkormányzati a projekt. De a többi esetben ugye KFT-k, civil szervezetek, a pályázók, itt ugye fizikális építkezésekről is beszélünk, ebben benne van a gördeszka pálya, a sportcentrumban a teniszpályák, benne van a sallai volt iskola épületnek egy közösségi téri alakítása, és ugye az ifjúsági lakótelepen a játszótérnek a bővítése többek között, és számos egyéb olyan rendezvény, túri halasnapok vég nélkül lehetne sorolni, amit különböző civil szervezetek valósítanak meg, vagy akár itt van a könyvtárunk is, aki, ha jól emlékszem, akkor 3 pályázatot is benyújtott a CLLD rendszerébe. Úgyhogy ezeknél majd azt kell megnéznünk, hogy az önkormányzatnak esetleg be kell előfinanszíroznia ezekhez az intézményekhez, KFT-khez, civil szervezetekhez, mert ezek általában azért önmaguk a saját költségvetésükből nem tudják ezt megelőlegezni, és amikor majd elszámol vele az önkormányzat, akkor vissza tudja kapni ezeket a forrásokat. Ezt kell majd a következő héten áttekintenünk. Már egy alkalommal tárgyaltunk erről. A munkaszervezet az a Közművelődési és Sport KFT, ugye Bordás László ügyvezető úrral már egy alkalommal egyeztettünk. Most a következő héten lesz ismét majd egy olyan egyeztetés, ahol megnézzük azt, hogy mennyi forrás kellene ahhoz, hogy a projektek sikerrel megvalósuljanak, de olyan mozgásterünk is van, hogy lehet, hogy lesznek olyan elemei ezeknek, amelyeket átteszünk a jövő évre, hogy ne egyszerre jelentkezzen viszonylag nagyobb finanszírozási kényszer az önkormányzat részéről a megvalósítási siker érdekében. Amit még a projektekről el kell, hogy mondjak, a két kerékpárutas projektünk olyan stádiumban van, hogy a közbeszerzési eljárás zajlik, tehát a kivitelező kiválasztása van folyamatban,
Itt ugye a kelet-nyugati esetében még mindig feltételes módban vagyunk, hiszen az illetékes minisztérium nem adta meg az engedélyt a kérelmünkre, ami arról szól, hogy a Magyar utca és a Rákóczi utca közötti 46-os szakaszát, a Dózsa-György utcáról beszélek, azt az állam felújította. Mi annak idején, amikor még ugye a felújítás előtt voltunk jóval a tervezési szakaszban, ezt beterveztük, hogy ezen a szakaszon az útpályát megújítjuk a projektből. És erre bizonyos forrás ugye lett beállítva. Most az volt a kérésünk, hogy mivel az állam ezt megvalósította, viszont ez a forrás hogy maradjon benne a projektben, hiszen időközben az árak jelentősen megemelkedtek, építőanyag árakra és a díjakra gondolok, a kivitelezési költségekre. Tehát azt látjuk, hogy szükséges lenne, hogy ez a forrás benn maradjon, de már hónapok óta várunk erre a döntésre, és még mindig nem született meg, de hogy haladjunk a kivitelező kiválasztásával, ezért feltételes módban indítottuk el az eljárást, és ugye ez egy nyílt eljárás, mivel a két projektet egybe kell számítani, 750 millió forint egyébként a teljes pályázati összeg, ebben ugye a tervezéstől kezdve projektmenedzsment, műszaki ellenőr, egyéb költségek is vannak, tehát nem mind a kivitelezésre fordítható, de azért egy jelentős összeg, tehát egybeszámítás van és nyílt eljárás. Most ott tartunk, hogy március 30-ára hirdethetünk eredményt, és a kelet-nyugati, és hogyha ezek eredményesek lesznek, ezek az eljárások, tehát van nyertes ajánlattevő, és megvan a financiális háttér, akkor tudunk az észak-déli kerékpárút projektnél szerződést kötni, és a kelet-nyugatinál pedig ugyancsak meg tudjuk kötni a szerződést, de az akkor lép hatályba a feltételes mód miatt, amikor ez az említett Dózsa-György útra vonatkozó döntés megszületik. Tehát ennél a két projektnél itt tartunk, és ezen kívül még ugye zajlik az önkormányzat épületének, a városházának a homlokzat felújítása, ami ugye alapvetően a torony felületét érinti, ugye ezek egy külső munkát jelentenek. 30 millió forintot nyertünk a belügyminisztériumtól, és 10 millió forintot tesz hozzá az önkormányzat. Tehát ugye ez is az idei, ez a 10 millió forint az idei fejlesztési források között jelenik meg. Tehát amit mondtam, hogy azért vannak lehetőségeink a fejlesztésre, ez is egy ilyen szép dolog, és még egy nagyon fontos projektünk van folyamatban. Ott is közbeszerzés eljárás zajlik, ugyanúgy ott is a kivitelező kiválasztásának a folyamatában vagyunk, ez a főiskola konyha felújítása. Hát itt is majd néhány héten belül érkeznek az ajánlatok, és nagyon remélem, hogy eredményes lesz, illetve a forrásunk biztosított lesz erre. Itt már látjuk előre, hogy nem lesz elegendő a tervezési költségbecslés alapján, a tervezői költségbecslés alapján a projektből elnyert forrás. Éppen ezért két évvel ezelőtt lassan már 200 millió forint hitelt vett fel az önkormányzatunk a topos projekteknek a sikeres megvalósítása érdekében, amit ugye önerőként vinnék be az adott projektekbe. Hát a konyha felújítása az egy ilyen beruházás lesz, hogy oda nem elég az elmélet forrás. Úgyhogy jelen pillanatban ezekkel itt tartunk, és hogy már készülünk, ugye erről is a sajtótájékoztatón a múlt alkalommal beszéltem, hogy készülünk a 21-27-es uniós költségvetési ciklus időszakára. Ott is megfogalmazta a képviselőtestület a fejlesztési elképzeléseit. Ez egyébként már most a Mezőtúr és Vidéka újságban megjelenik, úgyhogy erre külön időhiányában most nem tudok kitérni. Nagyon sok fontos dolog lett meghatározva, mint elképzelés, hogyan szeretnénk fejleszteni a településünket. Hát nagyon remélem, hogy ezek közül minél több majd meg tud valósulni. Ahogy említettem, tehát 21-ben indulhat a Modern Kisvárosok program, és 21-ben vagy 22-ben indulhatnak majd az említett 21-27-es uniós költségvetési ciklus pályázatai is, tehát a pályázatok kiírására gondolok, és hát nyilvánvalóan ezekre majd a képviselőtestület döntés alapján az önkormányzatunk beadja a pályázatát. Minden olyan esetben, amit nagyon fontosnak tartunk, hogy a településen meg tudjunk valósítani. Úgyhogy a várakozások azok, hogy a következő ciklusban is, ugyanúgy, mint az előzőben, jelentős fejlesztési forrást tudunk idehozni a városunkba, hiszen
ezek nélkül jelentős mértékű fejlesztéseket nem tudunk megvalósítani, tehát Mezőtor sajnos nem egy gazdag település, működni tudunk, kisebb fejlesztéseket meg tudunk valósítani önerőből is, de ahhoz, hogy látványosan, ütemesebben, lendületesebben tudjuk fejleszteni a települést, ahhoz mindenképpen fejlesztési pályázati források szükségesek. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen sem sikerült alpolgármestert, illetve alpolgármestereket választani. Meddig lehet ezt így folytatni? Milyen következményei lesznek abban az esetben, hogyha nem sikerül döntést hozni ebben az ügyben? Igen, hát talán ez az egyetlen egy olyan dolog, amiben nem tudunk megegyezni, vagy nem tudtunk megegyezni eddig. Ugye az egyesület azt mondja, hogy csak egy alpolgármester legyen, és az az ő jelöltjük, mi azt mondjuk, hogy támogatjuk az ő jelöltjüket kezdettől fogva, de két alpolgármestert szeretnénk. Hát nyilván valóan ez nem egy egyszerű kérdés, mert mindenki ragaszkodik a saját maga álláspontjához, de én úgy gondolom, hogy együtt kell működnünk, össze kell fognunk a település érdekében, és hogyha megnézzük a választási eredményeket, ahol ugye a polgármester jelöltekre és a képviselő jelöltekre leadott szavazatok számát tekintjük, akkor a Fidesz-KDNP közel 300 szavazattal kapott többet, de tekintsük úgy, hogy egyenlő számú szavazatot kapott. Én azt mondom erre, hogy a helyi társadalom akarata is az, hogy a választók ezt kinyilvánították ugye tavaly októberben, hogy ennek a két tábornak ugye egyformán szavazott bizalmat. Hát ebből fakadóan miért ne lehetne két alpolgármester, és ebben az esetben sokkal hatékonyabbak is tudnánk lenni, hiszen nekem is sok esetben nem olyan dolgokkal kellene foglalkozni, mivel most, hanem azzal, amivel egy ekkora település polgármesterének kell. Tehát például többet kellene utaznom, többet kellene lobbiznom a város érdekében. Tehát ez mind benne van, hogy sajnos most erre kevesebb idő kínálkozik, hiszen olyan operatív, napi szintű feladatokat kell irányítanom, amit ha lenne két alpolgármester, akkor természetesen nagyon sok mindent ők oldanának, meg ők irányítanának, megfelelő hatáskörrel rendelkeznének. Úgyhogy én továbbra is azt mondom, hogy én nyitott vagyok az összefogásra, működjünk együtt ezen a téren is, ne csak a többi területen, a többi feladat vonatkozásában, és hát ugye a végkifejlete az lesz, hogy a kormányhivatal a vonatkozó jogszabályi háttér alapján kijelöl egyet, akit a polgármester javasol, és ez politikától teljesen független, tehát hogy teljesen mindegy, hogy én milyen pártnak vagyok a tagja polgármesterként. Nyilvánvalóan a polgármester joga az, hogy alpolgármestert jelöljön, én tartom magamat az egyességünkhöz, de ha meg fognak kérdezni, hogy akkor ki legyen az a jelölt, aki ki legyen jelölve, az Szűcs Dániel lesz, tehát őt fogom javasolni, és hát utána megy az élet tovább, és ugyanolyan legitim polgármester lesz, mint hogyha a képviselőtestület választotta meg. Tehát az az érv, amikor azt mondja az egyesület, hogy nem tekintik törvényesen, jogszerűen megválasztott alpolgármesternek, az nem helytálló, hiszen a vonatkozó jogszabályi háttér alapján kerül kijelölésre. És hát ez már évek óta így van, ugye azt is mondják, hogy ez egy új jogszabály, hát szó nincs róla, és a történelem során nem ez lenne az első ilyen eset, nem ez lenne az első település, nem Mezőtúr lenne az első, ahol kijelölnek alpolgármestert, hanem volt már elég sok ilyen helyzetű település, ahol politikai padhelyzet van, 6-6 fő van ugye itt most nálunk a testületben, és hát nem születik egyesség. Már egyébként a Debreceni Bíróság felhívta a figyelmünket, tehát a kormányhivatal már odafordult, hogy a mulasztásos törvénysértést szüntesse meg a képviselőtestület. Úgyhogy március végén most ismét be fogom terjeszteni, úgy, ahogy azt eddig is megtettem. És hát a végeredmény az lehet, hogy körülbelül a kormányhivatal tájékoztatás alapján valamikor a nyár folyamán történhet meg a kijelölés, mert ilyenkor az a következő lépése a kormányhivatalnak, hogy ismét a bírósághoz fordul majd, hogyha nem sikerül megválasztanunk a két alpolgármestert. És akkor már azért fordul a bírósághoz,
hogy a bíróság hozzon egy olyan határozatot, amelyel felhatalmazza a kormányhivatalt, hogy ezt a kijelölést ezt végrehajthassa. Tehát itt tartunk ezzel az ügyel. Én nagyon remélem, hogy ebben is konszenzus születik, meg egyesség születik, és akkor tényleg hatékonyan tudjuk az önkormányzat működését irányítani, akkor onnantól kezdve már hárman. Köszönöm szépen Herceg Zsolt polgármester úrnak, hogy eljött hozzánk és megosztotta a tévénézőkkel ezeket az információkat. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmüket, önök a Túri Objektívet látták. Ne felejtjék műsorainkat, az interneten is megtekinthetik. További szép napot kívánok, a viszontlátásra!